Kedves uram, önre egy nagyon szép feladat vár. Nagyon megtisztelő, csak hogy egy kis baj van. Mégpedig? Ugyanis mikor ez a ház ott a mezőn létrejött, nem tudom, tudják-e, melyikre gondolok. Persze, persze. Nos, amikor ez a dolog történt, megrendültek ennek a kis völgynek a talajszerkezeti viszonyai. Évmilliók során ugyanis különböző rétegek rakódtak le egymásra. Kavics réteg, homok réteg, agyag réteg, mi egymás. Mondjuk úgy, mintha rakott palacsintát csinálnánk, persze azzal a különbséggel, hogy még a rakott palacsintában a különböző rétegek egymással vegyülve egy egészen különlegesítő zamatot adnak. Addig ezek a rétegek kívülnulvárva egymástól megőrizték hegemonitásukat. Feltevésem szerint a folytonosság hiánya okozhatta a katasztrófát. Persze ez csak az én feltevésem. Az idő sajnos kevés volt a pontos vizsgálatok elvégzésére. Egy biztos. Ezek a változások lehetetlenné teszik az irodaépület rendeltetésszerű használatát. Tehát addig semmilyen munkát felelősséggel én nem vállalhatok, amíg a munkakörülmények meg nem teremtődnek. Ezt önöknek is meg kell érteni. Ezek szerint a hivatal épülete megsemmisül? Nem, belül teljesen épp. Ne vegyék szerintelenségnek, de rendkívül nagy részem van abban, hogy az értékeinket sikerült megóvni. Alkalmazkodniuk kell az új helyzethez. Bízunk az ötletességében. Egyelőre nem tehetünk semmi mást. Ezt úgy értem, hogy továbbra is ugyanitt kell dolgoznunk. Természetesen igyekszünk megoldást találni. Csupán ideglenes állapotokról van szó. Bízom benne, hogy helytáll bárminők is a nehézségek, hiszen nagyon szeretnénk ön továbbra is alkalmazni. Nagyon köszönöm, de még egy kis baj van, ugyanis az ügyiratok között rendkívüli káosz uralkodik. De ez most azt hiszem teljesen érthető. Hát persze. Én azt sem tudom, kérem, hogy melyik tulajdonnak van már gazdája, és melyiknek nincs. Itt van ez a ház. Ez egy teljesen új ügy. Siába jönnek hozzám a paciensek, én kiutalhatnám akár az egész házat, ha jön az igénylő, de egyetlen hát akkor... támpontom nincs. Hát akkor utalja ki? Kinek? Annak, aki kéri. Ebből kavarodás lesz, kérem. Maguk ezt nem tudják. El se tudják képzelni, mi folyik ekkörül az ingatlan körül. Ez teljessége lehetetlen. Ugyan? Persze, én mindent el fogok követni, ami csak tőlem telik. Reméljük. Állhatunk még valamiben a rendelkezésére, Patkó? Csupán egyetlen apróságról lenne még szó. Van ott a hivatalban néhány szobor. Szobor? Nagyon régen ott állnak ámorszobrok, ilyen régi vágásúak, de hát akkor, amikor ezeket odarakták, még ez volt a divat. Nem tudom, nem kéne elvinni valamennyit, ha önöknek más az ízlésük. Adja ott valamennyit, nem ártanak senkinek, Patkó úr. Igen, és annyira megszoktam, hogy ott állnak olyan kezsesek, olyan... Ezeket nem indítottam meg a földrengés, mikor az a másik ház létesült, és a völgy, amely, mint a rakott... Köszönjük a látogatását, a viszontlátásra, Patkó! Alatt a szolgálati születe, minden jót!